A délelőtt folyamán egy tesztet írtak a tanulók. A 15 legsikeresebb diák juthatott be a nyelvművelő verseny döntőjébe, ahol villámkérdésekre kellett válaszolniuk. A közmondásoknak megadta a jelentését, és nekünk el kellett mondani, meg a vicces jelentését, és megadta is azt is, meg hogy adott ilyen össze-vissza szavakat, és abból ki kellett találni egy ilyen sportnak a nevét, meg volt olyan, hogy mondott egy szavat, és annak meg kellett mondani a párját, például hogy lótifuti. A versenyzők szerint fontos, hogy ilyen és ehhez hasonló megmérettetéseken részt vegyenek. Ha ilyen versenyeken vesznek részt, bővíthetik a szókincsüket, és szebben ki tudják fejezni magukat. Te vettél-e már részt hasonló versenyen? Hát helyesírási versenyen voltam, szerintem az ugyanennyire fontos, de ilyen típusúból ez az első. A mai diákokra nagy hatással van a média, a trágár beszéd és szleng, mondják a tanárok. Szerintük a magyar nyelvet oktató pedagógusok számára nagy feladat az, hogy megtanítsák a diákoknak és megszerettessék velük az egyébként nem annyira közkedvelt anyanyelvet. Ma már, ahogy azt az előbb belefűztem, beszélnek, hogy angolul kell tudni, meg németül, meg különböző idegen nyelveket, mert akkor tudnak megmaradni. Igen, kell tudni, én is azért vagyok, hogy több nyelvet ismer több ember, de igazán az anyanyelvét kell, hogy ismerje. Na most hát ez kevésbé jellemző a gyerekekre. A versenyen az általános iskolás kategória nyelvművelői pályázatának eredményeit is kihirdették.